First of all, I would like to ask you, please tell me something about the Először is arra lennék öntől kíváncsi, hogy honnan jött a Mohamed karikatúra verseny ötlete. Úgy gondolom, hogy meg kell védenem a szólásszabadságot Hollandiában, ugyanis manapság, ha az emberek itt kritizálják a bevándorlást, vagy mondjuk az iszlám ideológiát, akkor nagyon gyorsan komoly bajba kerülhetnek, csak azért, mert elmondják az igazságot. Azon gondolkodtam, hogyan tudnám még inkább megvédeni a szabad véleménynyilvánítást. Megkérdeztem az embereket, akik azt javasolták, készítsünk képregényt. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem a provokáció a lényeg, nem akarunk senkit megbántani, csak azt akarjuk megmutatni, hogy a szólásszabadság mindennél erősebb. Hiszek benne, hogy inkább használjuk a tollunkat, vitatkozzunk, ötleteljünk ahelyett, hogy erőszakoskodnánk vagy gyilkolnánk, mint a szélsőséges iszlamisták. Dédelgetnünk, óvnunk kell a szólásszabadságot. Hogy tudnál leírni nekem azokat a folyamatokat, amelyek jelenleg zajlanak Európában? Katasztrofális, ami Európában zajlik az elmúlt néhány évet elnézve. Beszélhetünk akár a kultúránkról, identitásunkról, de nyugodtan megemlíthetjük a biztonságunkat is, a nemzeti szuverenitásunkat. Minden ország öntudata megváltozik, mert sajnos nagyon sok politikus, az európai vezetők többsége nem képes ellentmondani az Európai Unió nyitott határok politikájának. Ma az a helyzet, hogy a saját országainkban megszálltak minket. A menedékkérők milliói legtöbb esetben egyszerű gazdasági bevándorlók, akik hozzánk érkeznek. Emiatt az eredeti lakosság kicserélődik, ahogyan a saját kultúránk is. Nem mindegyik, de a legtöbb vezető az Európai Unióban kulturális relativizmust hajt végre. Ők nem hisznek a saját identitásukban. Szerintük nem érték az, ha egy ország mondjuk keresztény, vagy éppen zsidó gyökerekből táplálkozik. Ők azt vallják, hogy minden kultúra egyenlő, sőt, szerintük ezeket össze kell keverni. A kulturális relativizmus és a nyitott határok mérget jelentenek Európa számára. És jelenleg ez zajlik, ez történik a kontinensünkön. Persze vannak pozitív változások, mint mondjuk az önök országa, Magyarország. Erőszak, terrorizmus. Hogyan lehetséges megvédeni az európai embereket? Először is meg kell állítanunk a tömeges bevándorlást, le kell zárnunk a határainkat. Azt kell mondanunk, hogy nem fogadunk be több menedékkérőt vagy migránst. Azoknak az embereknek, akiknek menedékre van szükségük, mondjuk Szíriában, miért nem keresnek oltalmat a közeli Szaúd-Arábiában? Ők miért pont a mi országunkba akarnak jönni? Ebből is látszik, hogy ez a gazdaságról szól, nem a védelemről. Tehát egész egyszerűen le kell zárnunk a határainkat, ha ezt megtettük, akkor vissza kell nyernünk a nemzeti öntudatunkat. Azt hiszem, ez nagyon nehéz az Európai Unióban, éppen emiatt szerintem, ahogy Nagy-Britannia tette, Hollandiának is el kellene hagynia az Uniót. Nézze, nekünk nincs olyan schengeni határunk, mint mondjuk Magyarországnak, amely a schengeni zónán kívülre néz. Éppen emiatt az Európai Unió keretrendszerében erre nincs lehetőségünk. Ebben sokkal keményebbnek kellene lennünk. Ezzel egy időben újra magunkra kellene találni. Mi itt Hollandiában egy eredetileg keresztény zsidó kultúrára épülő társadalom vagyunk, jelenleg viszont iszlamizáció alatt állunk. Én azt nem mondom, hogy minden muszlim rossz ember, de az iszlám és a szabadság, mint ideológiák nem férnek meg egymás mellett. Ön állandó védelem alatt éli az életét, ugyanis többször is életveszélyesen megfenyegették. Hogyan lehetséges ezzel együtt élni? Nagyon nehéz így az élet. 14 éve ez vesz körül folyamatosan a feleségemmel együtt. Egy börtöncellában élek, különféle fejfedőket, bajuszokat kell viselnem, olyan a házam, mint egy laktanya, egy úgynevezett biztonságos ház. Ez nem könnyű élet, azért csinálom, mert hiszek benne, hogy az, ami velem történik manapság, az nem történhet meg a jövőben más holland emberekkel. Ezért kelek fel minden reggel, ezért járok úgy dolgozni, hogy mindenhol rendőrök vesznek körül, és szirénák üvöltenek. Minden reggel így megy most már 14 éve, de hiszek benne, hogy egy jó ügyért, a szabadságunkért és az iszlám terrorizmus ellen küzdök. Mi a véleménye a holland bevándorlási politikáról, illetve mi a szerepe az ön pártjának? The United Kingdom in France, in Germany,
Az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Hollandia és Belgium vezetői gyengék ahhoz, hogy megvédjék a saját országuk identitását és az ott élő embereket. Ma mi vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt Hollandiában. Én vagyok a vezetője a második legerősebb pártnak a parlamentben. A lehető legtöbb és lehetséges úton próbáljuk befolyásolni a kormányt. Az utolsó választás egyik nyertesei vagyunk, hiszen 15 képviselőről 20-ra emeltük a számunkat. Szóval sikeresek voltunk a választáson, de még nem annyira, hogy kormányozzunk. Egyik párt sem akar velünk együttműködni, hiszen nekünk kemény véleményünk van a migrációról és az iszlámról. Addig harcolunk, ameddig nem kerülünk kormányra és változtatjuk meg az országunk politikáját. Természetesen beszélnünk kell az Európai Unióról is. Vissza tudunk-e térni valaha a megfelelő irányba? Én szeretem a magyar, a svéd, a portugál embereket, de mi hollandok vagyunk. Szeretek külföldiekkel együtt lenni, de én nem vagyok egy közülük. Nagyon jó barátok, nagyon jó szomszédok vagyunk, viszont én holland vagyok. És holland is szeretnék maradni. Azt akarom, hogy Hollandiában legyen egy nemzeti parlament, nemzeti zászló. Én abban hiszek, hogy a demokráciának nemzeti államra van szüksége, nemzeti szuverenitás nélkül szerintem elképzelhetetlen a demokrácia. Az Európai Unió ezt akarja elvenni tőlünk, a nemzeti erőnket. Az emberek többsége manapság azon gondolkodik, hogy kik is vagyunk mi. A legtöbb ember identitásválságban szenved, ezt szeretnénk mi helyreállítani. Thank you for the interview. It's my pleasure.